Kedves nézőink, köszöntöm Önöket! Önök a Nemzeti Színház művészbejáró című műsorát nézik. Ez alkalommal Anton Pavlovics Csehov világhírű drámáját, a szintén világhírű Silvio Purkerete állítja színpadra. A Medgyes kert alkotóival beszélgetünk. Jó utazást kívánok! Az apám az tényleg paraszt volt, de én már fehér mellényt hordok. Sárga félcipőm. Szaros Pista Krisztus neve napján. Ja, az igaz, hogy gazdag vagyok. Tele vagyok pénzzel. De ha jól meggondolom, a paraszt az akkor is paraszt. Nem azokat a elfogadott sztereotípiákat látjuk tőle a rendezésében, hanem egy teljesen más világot hoz létre, és ez a teljesen más világ tele van titokkal, és én nagyon szeretem ugye az életben is a titkokat. Szeretem, hogy úgy ülök be, ha én nézek előadást, hogy ne tudjak semmit, hogy próbáljanak engem elvarázsolni. Na most nekem Purkerete egy nagy varázsló. Nincs is senki ma városban! Mindegy! Menni kell! Megújatkozunk, megisszuk a vodkát, pedig annyira világos, hogy csak akkor fogunk tudni élni a jelenbe, ha először megváltjuk a múltunkat. A megváltás pedig csak szenvedés által lehetséges. Na ezt értse meg, Ánya! Egy fiatal srác, egy 26-27 éves mákésői egyetemista, akinek nagy gondolatai vannak és nagy tervei vannak a világgal kapcsolatban, a szerelemmel kapcsolatban, hogy ő fölött áll a szerelemnek, ugye ezt el is mondom többször a darabban, mit jelent az, hogy mi fölött állunk a szerelemnek. Petya! Mi történt magában? Mitől csúnyult meg ennyire? Hogy megöregedett? A vonaton egy öreg asszony azt mondta, hogy nagyon lerongyolódott úrfinak nézek ki. Olyan ez a brosör, mint egy kis méhecske. A mama vette. Párizsban még léghajózni is voltam. Megjött az én csillagom, megjött az én gyönyörű. Ugye nem valódi emberek, vagy nem húsvér embereket akart ábrázolni, hanem azt mondta, hogy ezek szellemek, akik visszatérnek, és visszaemlékeznek erre az egészre. Suborka! Na persze, én azt szeretem a legkevésbé, ha egy lány. Illetlenül is lehet. Nagy okosak! Mind olyan hüllék! Amit lát a néző a színpadon, mondhatjuk azt is, hogy ez a Purkerete gondolkodása, minden, de ő így próbálta megfejteni Csehovot, hiszen próbálta, tehát ami zárójelben van megírva Csehovnál, ő arra is odafigyelt. Ugorj! Azt mondja, és el van intézve. Most mondják meg. Hogy angolok. Kiadtam neki 25 évre azt az anyagot? Bocsánat, de most rohannom kell. Zolykovhoz, Kárlónokhoz, mindenkinek tartozom, és rágyom magukat, csütörtökön benézek. Tehát Trofimov folyamatosan azt emlegeti, hogy menjünk el ebből a világból, mi is, mint ahogy Jássa el akar menni Franciaországba, Ljubo Andrejevnával, és mindenki itt akarja hagyni ezt az egészet, de egy kicsit mégsem. Hölgyeim és uraim, emlékeztetem Önöket, hogy már csak 46 perc van a vonatig, vagyis 20 perc múlva indul a vonat. Igyekezzenek egy kicsit. Szerintem Ányában van egy ilyen kettőség, egy pici ellenmondás azzal kapcsolatban, hogy ő van benne egy ilyen gyermeki naivitás, és tényleg nagyon ilyen gyermeteg ilyen kislány, de ugyanakkor rengeteg dolgon keresztül ment. Hát volt egy apja, aki alkoholista volt és meghalt, rögtön utána elvesztette az öccsét, az anyja elhagyta,
Tehát nagyon sok mindenem ment keresztül, aminek során ő azért ő felnő, fel kellett nőjön. Igen. Tegnap sok pénzem volt, ma meg milyen kevés. Hogy te mit rontottál? Tehát, hogy ezek itt ciklikusan megtörténnek ezek a dolgok. Tehát ez nem az, hogy 1900-as években megírta Csehov, tehát ő ugyanazt érezte már akkor, mint mi most. Kedves nézőink, szeretettel várjuk Önöket ide a Nemzeti Színházba, a Medgyes Kert című előadásunkra. További információkkal kapcsolatban tájékozódhatnak a kiadványainkban, a Nemzeti Magazinban és a Szenáriumban. Viszontlátásra!